De az evangélikus, mind a református templomban 10 órakor kezdődött az istentisztelet. A reformátusoknál keresztelővel, majd egy rendhagyó kiállítással folytatódott. Mi az istentisztelet második felére azt gondoltuk, hogy azt kérjük a hívektől, hogy hozzák el azokat a bibliákat, amelyeket otthon használnak, és az istentiszteleten használják, forgassák ezt, illetőleg az értékesebbet az úrasztalára fogjuk majd kitenni. Azért tartottuk ezt erre az ünnepre méltónak, hiszen a reformátusok magukat az ige egyházának tartják, a Biblia újrafelfedezése, a Biblia megtalálása az, ami nagyon fontos. Az evangélikusok az istentisztelet után megkoszorúzták Bácsi Sándor evangélikus lelkész emléktábláját, majd Biblia történeti kiállítás nyílt az evangélikus gyülekezeti teremben. Délután a legkisebbeket játszóház várta a református gyülekezeti házban, a felnőtteket pedig filmvetítés Luther életéről. A nap ifjúsági istentisztelettel zárult. A Szent Anna plébániához tartozó Szent József kápolna alapkövét 2003-ban tették le pápán a külső Veszprémi úton, s 2 év elteltével már a szentelésre gyülekeztek a hívek, emlékezett Salgó Ferenc kanonok plébános. Nagy-nagy hála volt a szívemben, Jóisten iránt, meg azok iránt, az emberek iránt, akik ezt nagyon segítették. Sok egyéni adomány és sok áldozat van benne. Köszönjük a Veszprémi Főegyházmegyének is a figyelmet és az anyagi segítséget, illetve Pápaváros önkormányzata is 20 millió forinttal hozzájárult ennek a kápolnának a fölépítéséhez. A 10 éves jubileumra új stációképekkel gazdagodott a kápolna belső tere. Molnár Lajos festő, grafikus 1990-91-ben mintázta meg a domborműveket. 2015 tavaszán egy jubileumi kiállításán mutatta be először ezeket. Dr. Herman István kezdeményezésére kerültek aztán a stációképek a kápolna falára. A terrakotta domborművek fa kereteit is Molnár Lajos tervezte. A 14 stációképet Márfi Gyula érsek áldotta meg, aki aztán a Szent Beszédet is mondta az ünnepi misén. A Szent József kápolna nem csak szent miséknek, hanem egyéb közösségi és egyházi alkalmaknak is helyet adott az elmúlt évtizedben, és így lesz ez ezen túl is.